aztán itt a kis életemet, meg remélem a tieteket is, menjünk és Little Misfortune-ezzünk. Az epizód 3 a befejező rész, mint kiderült. Én azt hittem, hogy ez így, nem tudom, el fog nyúlni egy olyan 6 részre ez a játék, vagy 7-re. Hát marhára nem, úgyhogy indítom is már is. Javára, mert ez Go Galaxy. Oké, akkor egy kis idő kell neki, amíg elindul. Amúgy, Móki itt vagy? Ja jó, hát akkor nincs itt semmi gond. A kategóriát átírtam. Igen, nálam minden rendben jelenik meg. Úgyhogy csak frissíts rá maximum, hogyha esetleg nem volna jó nálad. Sajna nem olyan, mint a Frambo. Nem annyira olyan, viszont attól függetlenül szerintem eléggé szórakoztató és nagyon jó angol gyakorlás. Gaming screen. Switch to gaming screen. Have fun, you piece of shit. Igyekszem, igyekszem. Na, be is állítottam nektek a screent, most már látni fogjátok. Ha, hova lett a kurzorom? De mindegy, remélem, hogy vissza fog jönni. Vagy ebben a játékban nem volt kurzor? Na jó, itt tartottunk, ugye? Glittert kell szórni erre a cuccra. Hihihi, és milyen boldog egyből. Nem ölte meg a mackónkat. A kavicsot ott felejtettük. Nem tudjuk belerakni ebbe a kőbe. Rettenetesen sajnálom. Annyira, hogy gondoltam, hogy újra fogom játszani, hogy csak hogy megnézzük, hogy... Nincs egy mentésünk egyébként. Hát kurzorom sincsen. Aha. Nem, nincs. Autószévvel sincs. Istenem, de kár. Hát akkor menjünk. Az egész paradicsomot feltömködni, azaz. Szóval Misfortune, van számodra néhány kérdésem. Készen állsz? Igen, készen állok. Csodálatos. Akkor legyél őszinte, és gondolkodj, mielőtt válaszolsz. Első kérdés. Hiszel a varázslatban? A. Igen, D. Nem. Mit mondtok, srácok? A Frambo-nak a zenéje szól a háttérből, azért zavarodtam össze hirtelen, hogy mennyire király. Ti hisztek a varázslatban? Mi a fene? Igen, hiszek benne. Amikor anya és apa veszekednek, akkor elbújok a bunkimba. És a bunkimban sosem isznak juice-t, és sosem sikoltoznak vagy üvöltöznek rám. Ez varázslatos, nem gondolod? De ez az. Édes gyermekem. Következő kérdés. Megbízol bennem? Kurvára nem. Á, igen, D. Nem. Most lehet, hogy befolyásoltalak titeket. 4D, 2A. Nem, te csak egy hang vagy a fejemben. Anya is beszél elég sokat magában. Azt mondja, hogy a belső démonai azok, és a bor, hát a juice, az elűzi őket. Te vagy az én belső démonom? Én egy démon? Haha, nem. Nem, nem lehetsz démon. Ilyen hülye hanggal nem. Hát, na mindegy. Ugorjunk a harmadik kérdésre. Félsz a haláltól? A. Igen. D. Nem. D, 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 A, D. Van egy csapat, aki mindig ára nyom. A másik fele mindig D-re, oké. Nem félek a haláltól, mert minden halott ember, akit ismerek, sosem jött vissza abból, hogy már meghaltak, úgyhogy elég király lehet halottnak lenni. Hát, gondolom, hogy meg kitalálod, amikor... Vagy majd meglátod, amikor meghaltál. Úgy tűnik, hogy vihar lesz. Ó, ne, remélem, hogy nem fog olyan sokat esni. Nem szeretem, amikor elázik a cipőm. Én egy kis hölgy vagyok, tudod? Nooooj. Hé, hey, oda néz. Szerintem ide értünk. Benjamin! Maradj nyugtan, nyugodt vagyok.
Aha. Én majd figyelek, amíg te bemész és nyomok után kutatsz. Győződj meg róla, hogy a házikó üres. És hogyha belefutnál rókába, fuss. Szevasz, Artik, üdvözöllek, köszönöm szépen a hostot. Artik, csak számodra lesz egy Science Fiction Dead Space képregény grafikás játékom, ami olyan, mint a Darkest Dungeon, és közben zenéket fogtok bekérni. Mit szólsz? Sikerült találnom végre egy ilyet. Ami elég jó. Úgy tűnik, hogy Benjamin elég jó favágásban. Olyan izmos lehet. Várjál, nem tudok balra menni? Légy bátor, Miss Fortune. Kiha. Oké, körülnézek. Talán megtalálom az örök boldogságomat. Hogyha Benjaminnál van, akkor megkérem, hogy ossza meg velünk, és minden rendben lesz. Ez Benjaminé? Cuki stílusa van, kedvelem. Wow! Egy régi videó lejátszó, elég király. Mi lesz a videón? Az erdőben, az a kamera, a kazettának a címe. Na lássuk. Benjamin van a tévében? Az a szörnyeteg? Az Isten itt! Elrontottam a kazettáját! No! Talán meg tudom javítani. Boldogságot a videóra játszónak! Yay! Milyen kényelmes is kanapé. Ez Benjaminnak a naplója. Olvassuk el, á! Vagy tartsuk tiszteletben az ő kis személyes privát szféráját, D. A, D, D, A, D. D. Jó, 4D, 2A, 3A, 4D. Hajaj, mi ez a V? D. Jó, akkor 5D a 3A ellen. Nem fogok ott kémkedni a kis személyes cuccai után. Oké, olvassuk el a könyveket balról jobbra. A szeretet értelme mellette... Amikor a gyűlölet azt szeretné, hogy szeretnék. Egy unalmas ember mókás történetei. A jó oldala annak, hogy spirit animal vagy. Kommunikáció. A kooperáció kulcsa. Megtanulni, hogyan legyünk szürkék. Halál az élet után. Úgy tűnik, hogy szeret tanulni az a fóka. A fóka? Baszki. Fóka, bocsát, róka. Az mi? Szevasz, banán, minden szuper! Köszönöm a kérdésed! Szia, Krisza! Ezután, a játék után megyünk és játszunk a Deusszal. És szerintem fél órán belül vége van. Jó, hagytunk itt a kis zenét. Ne, ne igyál vele! Rózsa és citrom illata van a teának. Biztos vagyok benne, hogy Benjamin's Blend a neve. Ó, majdnem érzem a kis mantját, hogy belerakja a hozzávalókat. Talán meg kéne kóstolnom. Megihatnánk az A-val, vagy egyáltalán hozzá se érjünk a D-vel. A vagy D? A, A, D, A, D, D, A. 4A, ígyuk meg. Komolyan? Hát jó. Egyértelműen olyan íze van, mint az ő kis fluffy mancsai, kis puha mancsai. De finom. furcsán érzem magam. Ajajaj.
Mi az Isten történik itt? Egy szíves szendó. Nem. Ez zseniális ez a rajz. Nagyon-nagyon-nagyon király. És utána együtt repülnek az égen. Jaj, ne! Jönnek a rohadt varjak! Összecsípkedi a mancsukat! Ezt nem tudtad, hogy... Totál beállunk a tájától? Á, Benjamin! Magyar óvaj. Micsoda? A szendvicsben biztos magyar óvaj volt. Oda néz. Benjamin elég cukin fest abban a kalapban. Elég csinos benne. Hoppá! Benjamin! Nagyon sajnálom, hogy elrontottam a videó lejátszódat, de elloptad tőlem az örök boldogságot. Nekem volt beígérve, hogyha végigérek a játékon. Nagyon szeretném visszakapni. Totálisan megosztatjuk egymással, hogyha szeretnéd. Félsz a vihartól? Félsz a vihartól, Benjamin? Ne aggódj! Foghatod a kezem, hogyha szeretnéd. Mit csinálsz? Ez egy puszi? Ez tényleg megtörténik? Az micsoda? Az a naplód? Azt akarod, hogy olvassam el? Attól félsz? Szerintem én is láttam. Oké, oda van írva, hogy... nincsenek hasfájások, csak gáz. Megyek segítek az eltűnt áldozatoknak a városban. Morgó tudja, hogy itt vagyok. Morgó? Mi? Play old tricks many times now? Nem tudom, valami régi trükköket, régi átveréseket játszik most már elég sokszor. De... Az egy valami hibát csinál. Vagyis hogy az, hogy csinálja, az szerintem hiba. Egy áldozat hallhatja a hangját a fejében. Hörhet. Szerintem ránk céloz, mert nő. Nőről beszél. Az áldozatnak a kódja Miss Fortune. Igen, akkor tényleg mi vagyunk azok. Ez egy kedves kis kód. Morgó... nem kaparinthatja meg, azt mondja a főnök. Meg kell, vagy ki kell szabadítani. De követem a lépéseket. Láttam, hogy Morgó alakot ölt, ijesztő. De jó neve van a Morgónak. És tényleg cuki a keze. Na jó, a Róka nem tud angolul beszélni, ezért nehéz volt egy kicsit megfejteni, hogy mit akar mondani, de talán megértettük. Ó, Jézusom! Nem tudod elrejteni a gyerekeket! Kövessük a Benjamint, vagy maradjunk a házikóban? A vagy D? Úristen, mi lesz most? Mindenki átmond, oké? Okay. Megmentesz engem, Benjamin? Mint hogyha egy kislány lennék, vagy egy lány lennék a bajban? Spuri? Morgó jött be utánunk? Nem lehet, hogy ez a narrátor volt? Mert hogy halljuk a hangját a fejünkben? Benjamin, hova mentél? Milyen róka szőre van? Ez nem Benjamin. Mi a fene? Az mi? Hoppá! A festmény mögött van egy lyuk. Hello! I can't reach it. Nem érem el. Egy kis hölgy vagyok, tudod. Jó, oké, az a stúllal, az a kis hokkedlivel kell odaállni, ugye? Milyen okos kis hölgy. Toljuk oda. Barátságos láncok amúgy, igen. Time to use my ninja skills. Ideje, hogy használjuk a ninja skilljeinket. Istenem, is pukizott! Be quiet! This is a ninja mission! Ez a ninja küldetés! Értsd Istenem! Are you here?
De Javin itt vagy! Oh shit! Összepukiztam az izét, az egész ablakot, fúj! So it was Benjamin placing this, but Benjamin seems so nice. Szóval Benjamin volt az, aki lerakta ezeket a csapdákat, de olyan kedvesnek tűnt. Talán a szörnyetegnek helyezte őket ki. Fish balls? This is like sushi balls. Mi? Fish balls? Az szerintem kaviár lehet, ilyen konzerv kaviár, fish balls. Hát nem hiszem, hogy halakat galacsinál formálnának, és akkor úgy konzerválnák, nem tudom. Na mindegy. Ez mi? Ez a nagy ajtó. Ott ki tudok menni? Először nézzünk. Oda nézz, ott egy kulcs. Egy kép egy kulcsról. Érdekes. De az is, látjátok, hogy ott az ki lehet nyitni. A székkel. A ninja érzékeim azt mondják, hogy másszak fel erre a székre. Egy igazi ninja hölgy mindig hozzáér mindenhez. Egy titkos gomb. Megnyomjuk? A vagy D? Az A, igen. Oké. Hát jó, megnyomom a gombot. És az nyitotta ki azt a furcsa ajtót. Lehet, hogy ott vannak azok, akik eltűntek. Lehet, hogy Benjamin tartja fogva az eltűnt gyerekeket? Hova vezet az az ajtó? Hát ez könnyű volt. Oké. Benji! Oh, for fuck! Ez elég szerencsétlen volt. Remélem, hogy minden jobbra fordul, amikor megszerzem az örök boldogságot. Szevasz, T. József 12. Oké, bal szerencse. Fejezzük ezt be. Kelj fel, Miss Fortune! Kelj fel! Erősebb vagy, mint gondolnád. Már kiütöttek előzőleg. Hagytad, hogy ez megállítson? Kelj fel, Miss Fortune, meg tudod csinálni. Mert. Mert. Te vagy a kis hölgy. Bal szerencse. Oké, menjünk. Ez aranyos volt. Hogy felbúsztolta magát. Oké, megint kint vagyok. Van itt valaki? Benji? Mr. Hang? Szerintem egyedül vagyok. Simogassuk meg. Igen, ez egy babaszarvas. Milyen cuki. Egy valóságá vált álom. Simogatok egy bébi szarvast. Gyerünk, let's go, tovább. Az Benjaminnak a táskája? Benjamin erre vagy valahol? Biztos, hogy bajba jutott. Nagyon-nagyon csalódtam benned, Miss Fortune. Á, itt is vagy. Hé, hey, láttad Benjamint? Szerintem bajban van. Szia, Grundár. Nem hallottad, hogy mit mondtam? Nagyon csalódtam benned. Mr. Hang, kérlek, hagyd abba a játszadozást. Hazudtál nekem egészen végig, és ez nagyon szopós. Tudtam, hogy nem bízhatok meg benned. Miről beszélsz? Benjamin teljesen tisztában tett te azzal a képpel, amit mutatott. Nem én vagyok a hős ennek a játéknak, igaz? Biztos vagyok benne, hogy az örök boldogság is csak hazugság volt. Hagyd abba azt a hülyeséget! Játszanunk el tovább a játékomat. Nem, olyat nem lehet. Mármint, hogy nem csinálhatod meg, hogy én azt csináljam. Hagyd abba! Akkor játszanom, meg kell, hogy találd az örök boldogságot. Adok neked egy nyomot, otthon van. Nem érdekel az örök boldogság tovább. Nem mondhatod ezt. Megszeged a szabályokat. Nem akarom az örök boldogságot többé. Nem fogom tolerálni ezt a viselkedést. Otthon várok rád. Nem, mondd el, hogy merre van Benjamin. Mit csináltál vele? Freaking monster.
Rohadék szörnyeteg! Oké, okay, akkor haza kell mennünk, úgy látom. Otthon vár ránk valami. Ott lesz a következő nyom, lehet, hogy otthon van a róka is. Nem kellett volna megvizsgálni. És ott van a róka! Aki csak néz. Oké, okay, azt hiszem, hogy vonattal megyek haza. Az mi az a rajz? Most, hogy erre nézek, látom, hogy Benjamin próbált figyelmeztetni. Micsoda foxy boy. Oké. Okay. Most megvárom a vonatot? Oké, okay, I'll wait here. Oké, okay, itt fogok várni. Waiting, waiting for a little while. Okay, I'm gonna talk to okay, myself. Akkor most beszélek magamban. Szevasz, Peko Bence! Úristen! Szóval, Miss Fortune. Hogy vagy? Like, oké, okay, megoldom. Vagyis így, oké, szóval elég furcsa napom van. Láttam szörnyetegeket, babákat, láttam Benjamint. És aztán elmentem az állatkertbe, és minden volt mindenhol. És aztán rájöttem, hogy Mr. Hang hazudott nekem. Nagyon-nagyon sokat. És elrabolt a Benjamint, és most egyedül vagyok. Nem szeretek egyedül lenni. Wow, ez aztán a nap, Miss Fortune. Elég szarrapod van. Itt a vonat. Jót beszélgetünk, Miss Fortune. Beszéljünk majd később. Gyerünk, kis csaj. Most nagyon pörögnek a beszélgetések. Oda kell figyelnem rendesen. Nagyon koncentrálnom kell, de azt hiszem, hogy nagyjából azért megértitek. Remélem legalábbis. És ott van Hiro. Chunkingosaurus. És ezt rajzolnom kell? Ki kell színeznem? Jézusom, de... Vinencsizet... Ja jó, egérre könnyebb azért. Várj, a feje is olyan? Hát biztos a feje is olyan. Jó, a szemébe nem szabad belemenni. Hát de zsírkrétával, haver! Hát nem csinált miért óvoda óta? Ú, Istenem, a tüskéje is. Nézd, a tüskéje kék lett. Jól van, jól van, jól van. Akkor legyenek a kékek a tüskéjei. Zöldet csinálunk kéket. És nézd, a teteje meg fehér. Mert ott nem fog a kréta valamiért. Ott biztos valami olajos szennyeződés került rá. Oh, wow! De hiszen ez gyönyörű lesz ez a rajz. Ez milyen relax tevékenység amúgy. Nézd, ott meg világos zöld. Csóri Dino, nem, nagyon szép lesz, nézd meg. Várj, itt is világos zöld, tutira, nem itt világos ké... Ó, és a csőre is olyan színű. Jó, hát a szemét beszíneztem, elnézést kérek. Nézd, és ott az... A fű is olyan. Wow! Véresek és pirosak a karmai. Márha ezek karmok. Szerintem csináljuk így, igen, ennek több értelme van. És itt milyen szín van? Semmi. Jó. És a kavicsot is be kell mögötte színezni? Aha. És a felhőket is. Igen, most bemutatom, hogyan kell szakszerűen összefirkálni mindent. Szívecske! Kész. 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 Nem érzem magam. De nincs kedvem ehhez. Nem vagyok inspirálva. Ó, oh, jó Isten! Hello, Hiro! Nem is ismertelek fel! Micsoda véletlen, hogy te is egy vonaton utazol velem. Volt egy nagy veszekedésem ezzel a hülye hanggal a fejemben. Az az érzésem, hogy Mr. Hang nem az, akinek mondja magát. Hallottál hangokat valaha a fejedben? Tudom, Hiro, de mit jelent? Ez a szörnyeteg! Hagyd békén, Hirót! Az azt jelenti, hogy segítség?
Segítsünk neki az A-val, vagy takarjuk el a szemeinket a D-vel? A vagy D? Szia Nikyult, szia Krimpatul! Oké, segítünk neki, látom, hogy azt akarjátok. Hiro, fogd meg a kezem! Ne, Hiro! No. Hát hogyan akarsz megfogni egy kísértetet? Az van mindenhol írva a plakátokra, hogy rejtsd el a gyermekeidet. Olvassuk csak el. Remélem, hogy látom még Hirót. Kíváncsi vagyok, hogy mit csinált az a szörnyetek vele. No, most egész hazáig gyalogolnom kell egyedül. Ez az utolsó alkalom, hogy hallgatok a hangra a fejemben. Hogyha Benjamin itt lenne, akkor sétálna velem. Nagyon hosszú sóhaj. Benjamin egész idő alatt figyelmeztetni próbált, de nem láttam. Annyira szerettem volna azt az örök boldogságot. Egy buta kis hölgy vagyok, ez vagyok. Na jó, nézzük meg, hogy jobbra nem volt esetleg valami. Mi lehet erre vajon? És még egy babát se rejtettek el. Várjál? Ja jó, oké, ott megállunk. Mi történt Mr. Hanggal? Lemaradtál? Hát kiderült, hogy hazudott nekünk egészen végig, és a róka figyelmezteti próbált, hogy hazudik, és ne bízzunk meg benne. Lehetséges, hogy ő morgó, a szörnyeteg. Legalább jól éreztem magam fantasmagóriában. Majd elmesélem anyának. Rúgjuk el hazáig. Ne, wait! A másik irányba. Éj, achievementet kaptam! Rúg bele háromszor. Ez volt az achievement. Elnézést! Itt beszélek hozzátok. Hát, hogyha így kezelítek a kis hölgyeket, akkor adjatok magatoknak egy baszást. Ez igen. Imádom ezt a kis csajt. Ott lakom? Várjál! Ez az utcánk másik oldala, hazaértünk. Itt valami baj lesz. Hol van az autónk? Apa már megint elment? Vörös fényeink vannak, kedvelem. Ja, az a lényeg, hogy nem volt szarnapja, az biztos. Mi ez a hang? Anya, itthon vagyok. Hello? Mi ez a hang? Benjamin? Ebből baj lesz. Lehet, hogy a hiding spotunkban van, a bunkingban? Hello, anya, Benji! Mi történt itt? Gratulálok! Elérted a játékom végét. Hagyd békén! Anyát keresem és Benjamin. Nincs örök boldogság számodra. Nem is érdekel többé. Persze, hogy érdekel. Tudod, hogy anyukádnak szüksége van rá. A te felelősséged. Igen. Igazad lehet. Jó, jó. Készen állsz egy új játékra? Hogyha játszom veled, akkor visszaadod nekem Benjamint? Na, gondolom igen. De csak akkor, hogyha teljesen odaadod, vagy átadod magad a játéknak. Oké. Okay. Csodálatos. Imádni fogod az új játékomat. Szia, Alifész BK, ciao, ciao. Motyogok magamban. Ez itt Miss Fortune. Egy csodálatos gyermek. Egy nem annyira csodálatos családból. Egy kis csillámpor neked, meg neked is. Várj egy percet. Ezt nem csináltam meg eddig egyszer? Nem, nem jól csinálod. Aztán mondasz valamit arról, hogy én meghalok ma, ami totálisan nem igaz amúgy. Hadd abba a beszédet kérlek. Egy másik játékot fogunk játszani, vagy ezt? Nem értem. Hogyha eléred a játék végét, akkor neked adom az örök boldogságot.
És azt mondod, hogy üzlet? Én meg azt mondom, hogy igen. Elrontod az egészet, hagyd abba! Csodálatos, fantasztikus. Készen állsz? Mi? Mi? Nem, nincs üzlet, nem. Mi lenne, hogyha a róka várna rád a folyosón, vagy nem tudom, hogy hol. Előszobában. Hogyha ez Benjaminról szól, és hogy békén hagysz, akkor játszom. Igen, megígérem, tudod az utadat. Na hoppá. Miért kell követnem megint ezt a játékot? Benézzünk megint a bunkerbe? Hogyha a Mr. Hang megijeszt engem még egyszer, akkor rohanok és elbújok majd ott bent. Ez egy új dance dal? Egy új tánc dal. Van egy olyan érzésem, hogy a Mr. Hang a szörnyeteg a szekrényemben. Oké, játszom a játékát utoljára. Csak még egyszer, de utoljára. Mi lesz ebből? El fogok esni. Ó, tudtam. Nem rakjuk össze még egyszer, nem. Megígérted, hogy nem olyan lesz, mint legutóbb. Ez egy csodálatos példája volt az indoknak és a következményeknek, vagy micsoda. Na várj, akkor játszunk egy új játékot, azt mondja Mr. Hang. Új játék. Kikopog. Nem akarok veled többet játszani. Kikopog. Ebből baj lesz. Megijesztesz, hagyd abba! Na jó, hogyha ijeszget, bújjunk el! Szevasz, Willy, mi a helyzet? Azonnal bújjunk el a bunkiba. Majd a mackó, Babzi megvéd minket. Mi történt itt? A bunkim! Ott nem fog megtalálni! Ott biztos nem találhat meg minket. Nyisd ki az ajtót azonnal, Miss Fortune. Egy új játékot kell játszanunk. Nem, már mondtam neked, hogy nem. Nem akarok veled többé játszani. Ó, kavics. Taníts meg, hogy hogyan legyek bátor. Közben odakint már ordítozik a szörnyetek. Szóval most bújócskát játszunk? Imádom azt a játékot. Nem, hagyd békén. Rendben, csak hogy tudd, az én játékom az egyetlen dolog, ami életben tart téged. Ez még egy a hazugságaid közül? Örökké fogok élni Benjaminnal, és nem tehetsz ellene semmit. Abba hagynád a beszédet a rókáról? Egész végig vagy állandóan próbál elvenni őt tőlem. És az undorító festményei, rajzai, ne beszélj így a Benjaminomról, tudod mit? Elegem van belőled, azt akarom, hogy menjél el, most. Ötleted sincs, hogy mi történik. Ez nem az utolsó játék, amit játszol velem, Miss Fortune. Ez még csak a kezdet. Oh shit, miért vannak patái? Te kis buta gyerek. Egy másik játék. A kollekciómban, a gyűjteményemben. Az enyém vagy, hogy játszak veled örökké. Elegem van belőle, hogy ilyen buli vagy. Majd meglátod, visszajön a Benjamin és megment. Nem, egyességet kötöttünk. Átmentél az úton és mostantól az enyém vagy. Itt van a róka! Jaj. Hogy jutottál be ide? Semmit nem tehetsz. Hozzám tartozik. Oda nézz! Mennyire királyú van amúgy megrajzolva. Nézd, zseniálisan van megrajzolva. Hát ennek nem örült annyira, azt hiszem. Benjamin!
Ez nem az ötödik realitás? Hát nem tudjuk. Ja, nagyon erősen volt megrajzolva. És belevágta a izéjét, a staffját a földbe. Mi történik? Vigyázz a szörnyetekre, ott van az rajz, amit Benjamin hagyott szét nekünk. Most minden visszaállt a normálisra? Benjamin megmentett. Benji, itt vagy? A bunkerem eltűnt. Á, gondolom, hogy újra kell építenem. Majd egy kicsit feljavítom. De először is meg akarom találni Benjamint. Ott egy baba. Meglett mindegyik babánk? Achievementet kaptam, megtaláltuk a 8. számú babát. Morgó jön. Nyisd ki a szemed. Ő a hang a fejedben, ami megőrít. Morgó is coming. Open your eyes. He's the voice in your head, driving you mad. Well, now I know what to call Mr. Voice. Most már tudom, hogy kell Mr. Hangot hívni. Benjamin? Benjamin, merre vagy? Most nem esünk el. Ha egyszer már azt összeraktuk, már meg lett javítva, ez már valami... Ez már egy nem tudom... Folytatódik a sztori. Itt van anyukánk? Nem. Eltűnt, de a cigie ott van. Mami? Anya! Arra nem mehetünk a fától. Itt van anya, meg egy rendőr. Ó, oh, bassz, meg egy szúnyogom is van. Anya, itt vagyok, visszajöttem. Anya, ne ignorálj! Mérges vagy, mert nem szereztem meg számodra a boldogságot. Anya, egy kísértet, és a rendőrbácsi is az. Mi történik? Anya! Jaj, sírási van. Ez biztos csak egy rossz álom. Ó, oh, ne! Elütött minket egy autó, nézd, kilóg a kezünk, és ott vagyunk. Ó! Oh. Ez... Jaj, ne! Ó, ne, mit tettem? És így jön Benjamin. Benji, visszajöttél. Azt hittem, hogy téged is elveszítettelek. Mi ez az egész? Mi történik? Mennünk kell? Rendben. Na legalább kiderült az igazság. Benji, várj! Elviszel máshová? Mert... Nincs gondom veled, de beszélnem kell anyukámmal először. Anya! Elmegyek valahova máshová. Benjivel, oké? Ő a róka, akit kedvelek. Én egy kis hölgy vagyok, tudod? Az vagyok. Jaj. Gondolom én voltam a kis bal szerencséd egy ideig, de most már meg kell találnod a saját boldogságodat. Örökké szeretni foglak. Na, nyitott egy portált. Wow. És most hová viszel minket? És mi lett volna, ha belerakom az utolsó követ abba a sziklába? Wait, stop, Benjamin. Where are we Várj, Benjamin, hova megyünk? Benji?
Benji! Hová visz minket a róka? Szia Pindúr, szia Noki! Ott a kiskutya! Milyen boldog vagyok, hogy újra látlak! Hogy elspurizol! Várj, várj kiskutya! Ott vannak a topozok a Frambóból! Mi lesz itt? Elméletből mondom, emlékszel a Frambót is halottnak újságolták el? Igen. Ez így volt. Mind a kettő játékban egy halott kislány volt akkor ezek szerint. Ó, nézd is, ott vannak azok a... Megugatta a kutya. Emlékeztek? Azt a disznóbogarat, azt kiforgattuk egy kicsit így a bélügyileg. Frennel. Igen, igen, minden itt van a Framből. A bogarak is, amik fennakadnak a fákon. A fákakon. Ja, a malac, amit felvágtunk. Nem mondod! Ott volt Idró. Ez az itt volt, igen. Idrónak hívom mindig, mert azt hittem ezt, hogy visszafelé kell olvasni. Szevasz, Kenneth! Mennyi király utalás a Frenre? Ez a hely nagyon hideg. Mi az a kassa, meg az a csengő, meg azok a macska szobrok, kristályok vannak a fán? Kongassuk meg! Cutscene-t? Milyen cutscene-t akarsz megnézni? Ott is van egy baba. Minden... Na... Katasztrófa körülötted úgy tűnik, hogy eltűnik. Mélyen a ködben elpusztítod őt. All around disasters seem to disappear. Deep inside the fog, you defeat him. Jó keveset találtam meg, miből? Azt hiszem, hogy Mr. Hangnak a játéka most már véget ért. Benji? Mi? Hogy több kristályt ke... Mi? A csillámport kellett volna szétszórnom? Nem, szerintem itt a csillámporral van valami, nem? Srácok, mert abból egy csomót elfelejtettem, azt tudom. Nem... Realizáltam, miközben játszottam a játékot, hogy megjelennek apró csillagok. Nem volt annyira kiemelve azért. A kutya is eléggé jobbra és balra is néz egyszerre. Hoppá, itt van a halál. Ki vagy te? Egy kis hölgy vagyok. Bal szerencse a nevem. Ez vagyok én. Igen, így is mondhatnád. Rendben, lép be. Számítottunk már rád, vagyis hogy vártunk már téged. Ha megtalálsz mindent a játékban, akkor jön egy secret ending. Megnézzük azt is, persze. Mi ez a hely? Achievement unlocked. Nyerd meg a játékot. Mi? És nem tudjuk meg, hogy mi van a túlvilágon. A róka kivezetett minket abból. Igen, ez tényleg lehetséges, hogy valamiféle purgatórium izé hasonlat, vagy valami, hát hogyha nem is a purgatórium maga, de inkább élet és halál közt rekedtünk, amíg rá nem eszméltünk arra, hogy meghaltunk, ugye? De jó zenéje van. Jöhet egy másik játékuk talán? Kenneth, ez egy nagyon jó játék volt, miért mondod? Szomorú volt, igen, de hát jó, hát a Fran sem volt azért boldog. Tehát azért számítottunk arra, hogy nem a... Az örök boldogság az nem ennek a játéknak a végén lesz.
a Limbusban, ahogy a Dante Pokla írja, ha jól emlékszem. Nem emlékszem, mert nem olvastam el. Foglalkoztunk vele, de nem olvastuk el. Hát mondjuk, amikor azt vettük még annó suliban, akkor még elég kicsik lettünk volna talán ahhoz, hogy ilyesmire, tehát hogy ilyesmit olvassunk. Tök menő a zenéje, srácok. Olyan zenéje van, mint a Night in the Woods-nak. Csak mondom, hogy azt a játékot is kell játszanunk, mert nagyon-nagyon hasonlít ezekre a játékokra. Nem tudom, hogy ismeritek a Night in the Woods-ot, de... ott egy kis rókalánnyal kell mászkálnunk, és... hát ott is elég sötét dolgok vannak az erdőben. Meg kis gyermekrablások, meg ilyesmi. Annak nem annyira jó a vége, de az egész játék nagyon chill és nagyon aranyos. Morgó. Jó volt ez a játék azért, tetszett. Ez volt a 48. befejezett játékunk a csatornán. Van egy ilyen köztes világ, ahol az olyan lelkek vannak, akik idő előtt haltak meg, vagy dolguk volt még a Földön. Ah, és ezek jönnek vissza kísértett formában? Nem hallottam mi a neve, mert szar az internet, és relogoltam. Jött a Sally Face, nem? Az még odébb van. Az még odébb lesz egy kicsivel. Jaranzó, leírnád nekem privátban, hogy stream után megnézhessem majd? Mert nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen játékok azok. Hogyha hasonló elme baj, azt mondod, akkor mindenképpen érdekel minket. Dave úgy látom, hogy szeretné, hogyha Mókibot jósolna neki, ezt majd a szünetben meg is ejtjük. Milyen lesz a nyarat kérdéssel? Rendben, megkérdezem Mókibotot, hogy mit mond erről. Mégsem mondok teóriát, mert az következett be, amit gondoltam. Igen, valahol számítani lehetett azért egy kicsit rá. Engem nem lepett annyira meg a végkifejlet azért. De azért jó lett volna, hogyha máshogy alakulnám. Nagyon sajnálom szegény kislányt. Átment az úton, mert nem foglalkozott vele se anya, se apa. Egy ilyen elcseszett családból származott, senki nem figyelt rá, átment az úton és meghalt. Ez így lesarkítva ez a sztori. És utána kergette az örök boldogságot, hogy elvigye az anyukájának, mennyire aranyos már. Aj, szomorú volt tényleg ez a játék, de azért nagyon jó volt, nekem nagyon tetszett. Mi a Secret Ending? Joker, van egy linked esetleg ahhoz a cutscenehez? Mert akkor megnéznénk. Hadd nézzem meg közben, hogy Mókibot mit jósol Dave-nek. Az a kérdés, hogy Dave-nek milyen nyara lesz? Mókibot, nyomj el egy csiribút, meg egy csiribát, azt mondja, hogy beteljesülés, esély a pihenésre és örömre, egy nagy fontosságú feladat befejezése, kezdeti sikerei egy üzletnek vagy kezdeményezésnek, virágzása egy barátságnak vagy szerelmi kapcsolatnak, levont következtetések, amik kemény munkán alapszanak, spirituális, anyagi és érzelmi jutalom szorgalmas fáradozás árán jelentett házasságot, gyermekszülést vagy győzelmi ünnepséget. Hát szerintem számíts arra, hogy gyereket születik. És te fogod kihordani, Dave. Ezt mondja Mókibot. Elég durva, igen. Igen, ez az új horoszkóp modul, amit beépítettem. Nálatok is droppolgat a stream magas minőségben. Hát... és nem lehet váltani minőséget most? A hang a szörny, a róka meg akarja menteni, a hang meg ezt akarja megakadályozni. Igen, Krimpatúr, ez így van. Ó, Nikiút beváltotta a másodikat már.